Nem adta könnyen a győzelmet a hétvégén az Zalaegerszeg, annyira egyháza Spartakusz végül szoros küzdelemben nyert Pekán László és Dragóner Filip góljaival 2-0-ra az MB2 legutóbbi fordulójában. A mérkőzésen a Nyíregyháza csatárai aktívak voltak, de nagy feladat hárult a védelemre és a kapuban Jova Leventére is. Utóbbi szerint végig nagy koncentrációra volt szükségük, és a csapat egységét is jelzi a mostani siker, amivel talán sikerül lezárniuk az utóbbi időszak rosszabb sorozatát. Hát igazából ugye most elkezdték megfejteni azt a dolgot, ugye, hogy mi klubot építünk, és tényleg csapatot szeretnénk elsősorban, és ez a mérkőzés ez nagyon jó cél volt ahhoz, hogy csapat legyél, csapattá alakuljál, mert tényleg érezted azt, hogy egymásért küzdesz, egymásért harcolsz, és tényleg egy huron pendült az egész társaság. Tényleg a csatártól kezdve a kapusig együtt tolódtunk, együtt védekeztünk, koncentrációban ott voltunk, úgyhogy tényleg ez egy jó kezdet volt, úgymond, mert még ugye a bajnokság elején vagyunk, szóval sok mérkőzés van, úgyhogy itt meg bármi lehet, úgyhogy ha most így elindult ez a csapatfejlesztés, akkor jó úton járunk. A következő fordulóban vasárnap igazi megyei rangadó következik az MB2-ben, hiszen a Spari a tabellán jelenleg második Kisvárdát fogadja. A nyíregyháziaknál Fodor Ferenc személyében egy olyan játékos is pályára léphet, aki tavaly még pont a várdaiakat erősítette. Kisvárda jól kezdte a szezont, ez ugye pontokban is látszik, sok gólt rúgnak meccseken, azonban azért kapnak is. A mi előző mérkőzésünk az Zalaegerszeg ellen azért némi bizalomra ad okot. Azt gondolom, hogy helyenként voltak igazán meglepő és szép megoldások is. Én egy kiélezett, de nehéz meccsre számítok. A nehéz meccsek a Spari utánpótlásánál is most jönnek majd. Annyiregyháza a Spartakusz Bozsik Akadémia U19-es gárdája már csak egyedüléként veretlen a másodosztályú bajnokságban. De a többi korosztály csapata is jól szerepelnek, a teljesítményre pedig pozitív hatással van az is, hogy tisztázódott az akadémia helyzete. Most egy kicsit úgy rendezettebbé váltunk, nagyon sokat számít az, hogy visszakerülhetünk ide a Spartakuszhoz. Ez mind a szülők, mind a játékosokat megdobta egy kicsit, úgymond, és teljesen másképpen szemlik már az eseményeket. Addig is szurkoltak, addig is jöttek, és csinálták becsületesen a dolgokat, és akartak labdarúgók lenni, de most valahogy egy kicsit ez más. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, és nap mint nap látjuk ennek a jelét. Ennek az egyik jele például az U19, hogy ilyen szépen szerepel. Ez nyitotta meg a lehetőséget arra, hogy sokkal jobb körülmények között tudnak most dolgozni. Tehát olyan dolgokat meg tudunk már engedni nekik, hogy stábot tudunk melléjük tenni, megfelelő pályán tudnak edzeni jó körülmények között, és meg is állálják. Most jelen pillanatban vezetik a bajnokságot a második vonalban. Az U19-es együttes szombaton a Pécs ellen idegenben, majd október 21-én hazai pályán a jelenleg egy ponttal annyira gyerek mögött lemaradó Vasas ellen folytathatja jó szériáját.